Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bemutatták a Kékcápák új vezetőedzőjét és új játékosait. Megtartotta idényzáró rendezvényét az MLS megyei igazgatósága. Több mint 700-an vettek részt a Sóstói erdőben rendezett élménypróbán. Díjkiosztó gálával zárt az idényt a Máté Szarkai MTK kézilabda szakosztálya. Horváth Ákos, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks új vezetőedzője. A klub szerdai sajtótájékoztatóján a szakember mellett az új játékosokat is bemutatták. Az a projekt, amivel belekezdünk, és az a koncepció, amit fölvázoltunk, az egyértelműen az Ákos személyét erősítette meg. Fiatal edző, viszont 90-szeres válogatott kosárlabdázó, komoly nemzetközi tapasztalattal, dolgozott már utánpótlásban, vezetett már felnőtt csapatot is, és abszolút a fiatal központú kosárlabdázás az, ami az ő szem előtt is lebeg. Mi is egy új koncepció mentén indulunk el, csak olyan játékosokkal szeretnénk olyanokban gondolkodni, akik tetrekészek, ambiciózusak, esetlegesen még csiszolatlan gyémántok, őket szeretnénk egy komoly csapattá összegyúrni, ehhez Ákos személye azt gondolom, hogy kiváló lesz. Ahogy az várható volt, ugye a kiesés után a légiósok távoztak, viszont négy kosárlabdázó is átcsoportos csapathoz szerződött, távozott Bazsó Bruno, Kass Balázs, Kis Benedek és Fazekas Csaba is. Kik maradnak így, és kik a biztos érkezők? Igen, őket egyébként szerettük volna itt tartani, kisebb-nagyobb okok miatt nem sikerült. Én azt gondolom, hogy minden négyüknek köszönjük az itt eltöltött éveket, és értjük a döntésüket. A érkezők közül már, illetve maradók közül már négy ember tudok is mondani, Szobi Dániel, Vaskó György, Végső Bálint, illetve Bonifer Bendegúza csapat kötelékében marad. Velük nagyon könnyen sikerült megegyeznünk, és tetrekészen várják a következő szezont. Jelenleg négy érkezőről tudok beszámolni, talán a leginkább ismert Nyíregyházán Bús Iván neve, akinek elévőhetetlen érdemei vannak mind a feljutásban, mind az első átcsoportos évünkben. Egy év kitérő után tér vissza, vele is gyakorlatilag napokon belül sikerült megállapodni, és ő is harcra készen tér vissza hozzánk. Nagyon bízom benne, hogy mind a pályán mutatott teljesítményével, mind az öltözőben és a pályán kívül egy komoly segítség lesz idén is nekünk. Ezen kívül három érkezőről tudok beszámolni. Nagy Simon érkezik másodosztályból, Füzi Róbert, illetve Tarján Izsák a Honvéd gárdájából. Többeknek már van átcsoportos tapasztalata, vagy a B csoportban van komoly múlt mögöttük, illetve a legfontosabb szempont, hogy akarnak, úgyhogy ezért választottuk őket. Egy kieső csapatnál általában az a cél, az, hogy azonnal visszakerüljön a magasabb osztályba, viszont új edzővel teljesen új csapatépül, és még június tirunk, meg lehet-e már határozni a célt? Ilyen célt biztosan nem, én azt gondolom, hogy más csapat sem határoz meg ilyen célt még júniusban. Azt tudom, hogy ha sikerül a következő 2-3 igazolást is nyilvbeutni a következő napokban, hetekben, akkor egy nagyon ütőképes és erős gárdánk lesz. Meglátjuk, hogy légióst mikor és milyen posztra tudunk igazolni, ez a szakmai stáb döntése, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egyértelműen az élcsapatok közé szeretnénk tartozni, és hogyha esély van rá, akkor megragadni a feljutást, viszont nem ez az első számú szempont most júniusban, hanem hogy a saját fiataljainkat, a saját utánpótlásból fölkerülő játékosainkat, hogy tudjuk arra a szintre hozni, hogy őket berobva a mélybízbe egy igazi nyíregyházi szerethető csapat alakuljon. Picit előre tekintve, mikor kezdődik majd a felkészülés, és mikor lesz a most már hagyományosnak mondható sítkőjelni emléktorna? A felkészülés nagyjából nem változik, augusztus elején, közepén kezdenek el a játékosok csapatszinten együtt mozogni. Előtte természetesen képzőtábor, egyéni edzések, egyéni képzések, kondicionális edzések lesznek, főleg a fiatalok tekintetében. A sítkójelnő emléktorna pedig természetesen független attól, hogy milyen csoportban szereplünk, megrendezésre kerül. Egyelőre csak az időpontja ismert, szeptember 8 és 9 között péntek szombaton fogjuk megrendezni egy négy csapatos torna keretében, részletekkel pedig később jelentkezünk. Adódik az első kérdés, hogy fiatal edzőként, mondhatni pályakezdő edzőként mi volt a vonzó a Nyíregyháza ajánlatában? Igen, ez a pályakezdő mindig olyan érzés, hogy ahogy a sajtótájékoztató elején mondtam is, hogy több évtizede itt vagy a pályán belül, vagy a pályán kívül. Kicsit úgy érzem magam, kicsit nem úgy érzem magam. Tehát vannak dolgok, nyilván egy edzésvezetés, a struktúráltság egész más, mint játékosként bebotorkálni, és akkor elkezdek nyújtani egy kicsit, meg rádobok egy párat. Maga a megkeresés és annak a környezete pont innen fakad, hiszen csapattársak voltunk ugye a Mátéval, és tudja, hogy mire számíthat tőlem emberként, tudja szakmailag, milyen rálátásom volt ugye a játékra.
hogyan értettem a játékot. Nyilván a pedagógiai érzékem is, hogy én ezt hogyan tudom átadni, az egy teljesen másik dolog. És valahol a szakma ebből áll össze. Én azt gondolom, hogy ő ebben bízik nagyon, és én is talán innen merítem leginkább az ambíciómat, és ami miatt nagyon-nagyon érdekel a szakmának ez az oldala is, hogy igenis képesnek érzem magam arra, hogy motiváljak, hogy átadjam, hogy tanítsak, hogy ugye korábban itt el is hangzott az is, hogy fiatalokat beépíteni, hogy a fiatal megértse, hogy hol van a helye. És ehhez hatalmas segítség lesz nyilván egy Busz Iván hazatérése, hatalmas segítség lesz a Szobi Daninak a jelenléte, mert ő nekik mondok két mondatot tudni fogja, hogyan helyezkedjen, hogyan időzítsem, és abból fogja leginkább legkönnyebben megérteni majd a fiatal is. Nem egy kész csapatot veszel át, hanem gyakorlatilag új csapatot kell építeni, és azért, mivel az elmúlt szezonban Nyíregyháza A-csoportban szerepelt, ha más nem a szurkolók részéről lesz egy olyan elvárás, hogy jól szerepeljen a csapat, mekkora kihívás ez? Mindenképpen nagy, viszont ezzel kapcsolatban szintén a tapasztalatom az, hogyha egy csapaton látszik, hogy vért izzad és kúszik-mászik, ahogy talán ismétlen magam itt az imént egy kérdésre, hasonlóképp fogalmaztam meg, hogy ha sprintben közlekedik mindkét irányba egy csapat, ha minden kontaktot felvállal, ha minden szabad labdáért vetődik, akkor nyilván lesz ellenfél, aki elvileg ugyanezt csinálja, és lesznek képességbeli különbségek, és valahol ott jön az, hogy mit tudunk mi hozzátenni a pályán kívülről, milyen kohéziót tudunk kiépíteni a játékosokkal. Valahol ez lenne a leginkább a célom, és a legelső célom, hogy egy olyan csapatot hozzunk létre, ami ilyen szempontból szerethető. Hogy onnantól igazunk lesz-e abban, amit már eleve a játékosok kiválasztásánál figyelembe vettünk, hogy mind karakterekként, mind munkamorában, mind megjelenésükben hordozzák ezeket a jegyeket, arra majd a közönség választod. Tehát az, hogy lesz szerethető egy csapat, én azt gondolom leginkább így. Nyilván utána mindenki tisztában lesz azzal, hogy most ki milyen képességű és mit érhetünk el. Ahogy a Máté fogalmazott, én magam sem tudok máshogy nekiindulni egy szezonnak, főleg itt állunk egy olyan arénában, ami Európa szinten is megállja a helyét. Itt vagyunk egy olyan városban, ami éhes a sikerre, szereti a sportágat. Meg kell tennünk érte mindent, hogy ez visszaköszönjön. Megtartotta hagyományos idényzáró rendezvényét az MLS megyei igazgatósága. A Vármegyeháza dísztermében az elmúlt szezon legjobbjait díjazták. 21 bajnokságnak a díjazására kerül most sor, 20 labdarúgás szakág, valamint ugye az NB3-as futszál felnőtt regionális bajnokságban első három helyen végzett csapatok díjazására, felpli győztesek díjazására, illetve a gólkirályok díjazására kerül most sor. Létszámát tekintve hol helyezkedik el a Vármegye az országos rangsorban? A Budapestet és Pest megyét nem számoljuk, már pedig nem szoktuk számolni, hiszen teljesen más lakossági számmal működik, akkor a vidéki megyék közül egyedül Győr-Moson-Sopron megye, ahol több csapat van, egyébként utána már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye következik, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy másodikak vagyunk a vidéki megyéket tekintve. Az elmúlt években rengeteg gond és probléma volt, ugye a Covid-helyzet, energiaárak emelkedése, szűntek meg csapatok, itt helyben mi a helyzet? Azért itt is voltak problémák természetesen, 108 csapattal indultunk el, ami a felnőtt szintet illeti. Nagyon örömteli, és még nem is emlékszem, hogy volt-e olyan, hogy csupán egyetlen egy megye 3-as csapat lépett vissza a szezon közben. Az is egy második csapat volt, egy megye 1-es csapat második csapata. Viszont az is szokatlan, és talán ilyen se volt még, hogy a megye másodosztályból pedig 4 csapat lépett vissza a nevezéstől. Kezdődően volt egy csapat, aki el se indult, 3 másik egyesület pedig a télen dobta be a törölközőt, és sajnos volt egy megye első osztályú egyesületünk is, aki a tavaszi szezon előtt nem folytatta tovább a bajnokságot. Tehát összesen 6 egyesület az, aki elkezdte ugyan a bajnokságot, de végül a végéig nem vitte végig a szezont. Visszatérő téma szinte, hogy kevés az utánpótlás körül játékos, nagyon nehéz egy-egy UPI csapatot kiállítani. Ezen a téren történt-e változás? Nem, sajnos ebben az évben is rengeteg volt a létszámhiányos kiállás, illetve a kinemállás utánpótlás szinten, főleg ugye a kötelező utánpótlás csapatokba, viszont a következő évben éppen ezért könnyítettünk az ifjúsági korosztályon. Ez azt jelenti, hogy a megyei első osztályú U19-es bajnokságban is egy évvel csúsztattuk a korosztályt, mindig ugye az egy évvel fiatalabbakat, tehát a 2009-esek mellett a 2010-eseket
is engedjük, hogy játszanak az ifi bajnokságba, mint pedig egyel idősebbeket is engedünk, mint ahogy tavaly volt, és az 5 túlkoros helyett 6 lehet. A megye másodosztályba pedig még jobban kitoltuk a túlkorosoknak a korhatárát, tehát a 22 éves játékos is játszhat akár ugye az ifjúsági bajnokságba. Erre azért van szükség, mert egyszerűen tudomásul kell venni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye olyan infrastruktúrális helyzetben van, és olyan település szerkezeti helyzetben inkább, hogy a megyei másodosztályú egyesületek olyan településeken fekszenek, ahol pár száz fős vagy 1-2000 fős a település létszáma, lélekszáma, és nagyon nehéz kiállítani egy ifi csapatot. Bízunk benne, hogy ez a plusz 3 év, ami a megye 2-t jelenti, ez nagy segítség lesz, és ki fogják tudni úgy állítani az U19-es egyesületeket, hogy nem lesznek probléma a kiállásokkal. A futball már ezen a szinten is pénzbe kerül, az MLS mivel tudja segíteni az egyesületeket, klubokat? 2011 óta, a TAO rendszer bevezetése óta az MLS a versenyeztetési díja 90%-át átvállalja az egyesületektől, ez egy óriási nagy segítség, tehát mind a nevezés, mind a tagsági díjakba, mind a versenyengedélyi díjak, játékvezetői díjakba csupán a 10%-at kell az egyesületnek állnia, ennél nagyobb segítség azt hiszem, hogy nem kell. Ez most már gyakorlatilag a holt szezon, de az igazgatóságon ti nem pihentek, melyek a legfontosabb tennivalók, határidők a nyári időszakban? A héten küldtük ki a versenykiírásokat, illetve a nevezési felület is megnyílt, és a nevezési dokumentációkat is az egyesületek részére, úgyhogy tájékoztatjuk őket, hogy adják be a nevezéseket, hiszen ne felejtsük el, hogy június 30-án lejár a nevezési határidő a 2023-24-es szezonra, úgyhogy van mit tenni. Átigazolási időszak? Ugyanúgy, mint az elmúlt években, július 1-én nyílik, a felnőttek részére július 20-áig szabad átigazolás van, július 20-tól augusztus 31-ig pedig csak akkor tud eligazolni egy felnőtt játékos, hogyha az átadó klub ebbe beleegyezik, utánpótlás szinten pedig továbbra is ugye működési költségtérítés fizetése kötelező. Egy nagyon hosszú és szoros versenyfutás végén szerezte meg a Kálus Emin a bajnoki címet a megyei első osztályban. Visszatekintve az elmúlt idényre, milyen volt belülről? Belülről nagyszerű volt, egy közös összetett munka végeredménye lett ez az aranyérem, és hát sok mindent megértünk, voltak jobb meccseink, gyengébb meccseink is, de örülök, hogy a hajrába nekünk jött össze jobban, és mi állhatunk a dobogó tetejére. Váltott vezetéssel haladtatok szinte végig, mennyire volt nehéz ezt kezelni, mondjuk sok a rutinos játékos a csapatban? Igen, ebből a szempontból nem volt nehéz, tehát voltunk már ilyen helyzetben többször is, hála Istennek, úgyhogy aki meg nem, azokat meg segítettünk. Mivel sikerült megszerezni a aranyérmet, mivel nőttetek a mezőny fölé? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó öltözőnk van, és ez volt a sikerünknek a titka. A bajnoki cím egyben azt is jelentette, hogy az osztályozón indulhatatok a Reacccal szemben, az nem úgy alakult, hogy szerettétek volna. Ennek mi volt az oka? Igen, nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Több oka is van, nyilván a Reac sokkal felkészültebb csapat, és mi meg ugye nem vagyunk már fiatalok. Megpróbáltuk, nem sikerült, a visszavágon szerettünk volna egy tisztes eredményt elérni, tehát ami egy győzelem lett volna. Ez sem jött össze, de szerintem megpróbáltuk, nem jött össze, megpróbáljuk jövőre is. Marad a megyei első osztály, ahol címvédőként indultok. Mit lehet tudni a folytatásról? Lesznek-e változások a csapatban, és milyen cél tűztök ki magatok elé? Mindenféleképpen lesznek változások a csapatban, nem akarunk túl sokat igazolni, de 3-4 új név biztos, hogy lesz a csapatban. A célok, hát ismerve az elnökünket, ő egy maximalista, tehát szerintem megint ki fogja tűzni a maximális célt. A három megye kettes csoport közül a Pannonia az ERT csoportban volt a legkiélezettebb a küzdelem, az utolsó forduló döntött a Kóta javára Nagykállóval szemben. Ennek tükrében hogyan értékeled az elmúlt idényt? Az elmúlt idényt elég pozitívan értékelem, ugyebár megnyertük a bajnokságot. Kiélezett volt, nagyon-nagyon szoros volt, fejfej mellett mentünk, de az utolsó fordulóban sikerült nyerni, és így behúztuk a győzelmet. Milyen körülmények között, milyen feltételek mellett tudtatok dolgozni az elmúlt idényben? Kótaiban minden feltétel ott volt. Ugyebár a téli felkészülésnél a műfős pályát használjuk, voltak lehetőségeink külön speciális edzőkkel dolgozni. Ugyebár nyáron, ugyebár a nagypálya, de minden egyes olyan eszköz az önkormányzattól, a szponzoroktól megkaptunk, hogy ez sikeres legyen. A bajnoki cím feljutással is jár, viszont nem mindegyik bajnoki csapat vállalja magasabb osztályt. Nálatok mi a helyzet? Mi egyértelműen vállaljuk a megye első osztályt, hisz ez volt a cél, ugyebár a dobogó első foka. Én úgy érzem, hogy kellően megerősítve ezt a csapatot, ugyebár a gerince megvan. Én úgy gondolom, hogy lehetünk esetleg egy mumus ebbe a megye első osztályba is. Mikor kezdik a felkészülés? Összeállt-e már valamilyen szinten a nyári program? Igen, összeállt. Ugyebár le vannak kötve már az edzőmeccseim. Július 3-án kezdünk, hétfői nap, ha jól emlékszem. Heti 5 edzés
az első héten 5 nap. Én úgy gondolom, hogy kellően felkészítem a fiúkat erre a bajnokságra. Több mint 700-an vettek részt vasárnap a Sóstói erdőben tartott élménypróbán. A sportembereknek 22 akadálya nehezített 5 kilométeres pályát kellett leküzdeniük. Most hagyományosan megrendezzük ezt az eseményt, és Nyíregyháza életében ez most már fontos szerepet játszik. Kiemelt sporteseménye a városnak, több mint 700-an vagyunk itt. Mögöttem látható az atlétikai világbajnokságnak a kitelepülése, ők is eljöttek. De mondhatnám a Honvédelmi Minisztériumot, akik szintén kitelepültek, 35-en menetfelszerelésben teljesítik a távot, de megemlíthetem dr. Vitályos Eszter államtitkárt is, aki szintén itt lesz, és nem csak köszöntő beszédet mond, hanem vívni is fog hamarosan majd a színpadon. Milyen kihívás vár azokra, akik neveztek erre a rendezvényre? 22 élmény akadály és 5 kilométeres táv ebben a meseszép erdőben, és nagyon könnyen teljesíthetőek lesznek a távok. Tehát arra törekedtünk, akár egy 8 éves, akár egy 88 éves is tudja minél könnyebben teljesíteni ezt a távot, tehát ilyen élmény akadályok várnak rájuk, például lesz pókháló, gumiabroncsomaló futás és különböző hasonló felfújható játékok is. 20-30 évvel ezelőtt nem biztos, hogy neveztek volna ennyien, vagy egyáltalán neveztek volna az ilyen rendezvénynek, de szerintem minek köszönhető, hogy egyre népszerűbbek az ilyen kihívások? Szerintem annak, hogy egyre jobban szeretnek az emberek futni, egyre többen futnak. És hogyha szeretne futni az emberek, minél nagyobb és színesebb rendezvényeket keresnek, ahol nem csak futást kapnak, hanem különböző élményelemeket. És amit végignéztek itt is a színpadon környékén, rengeteg impulzussal, élményelemmel találkoztok, és szerintem erre vágynak az emberek. Mikor lesz folytatás, hasonló vagy ugyanilyen rendezvény? Bízom benne, hogy jövőre meg tudjuk rendezni a Decathlon élménypróbát, addig pedig júliusban, Tokajban egy éjszakai futásra hívjuk majd a indulókat. A rendezvény fővédőkeként egy kis videóbemutatóval vezette fel a rendezvényt. A szövetség elnökségi tagjaként a sportágat népszerűsítette, vagy a sportot? Én nagyon azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hány éves, és hogy mit csinál az életében, mivel foglalkozik, és hogy milyen fáj, de sportolni muszáj. Úgyhogy én ezt a mindennapokban is bevezettem már régen a saját életem. Én gyerekkorom óta vívtam, tehát akkor kezdtem vívni, aztán volt egy pár év, majd hogy nem évtized, amikor kimaradt, de újra kezdtem a vívást 7 évvel ezelőtt, és újra versenyzem is. De a víváson kívül is egyébként minden nap igyekszem valamit sportolni, valamit mozogni, mert azt gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy egészségesek legyünk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg és szellemileg is. Sokan azt mondják, hogy a fiatalok nem nagyon szeretnek sportolni, mozogni. Itt többségében fiatalok vannak, és egy több mint 700-an felkeltek vasárnap kora reggel, hogy teljesítsék itt majd ezt a kihívást, 5 kilométeres távot, rengeteg akadálya nehezítve. Mi a tapasztalat egyébként, a mai fiatalok mennyire vevők erre? Mivel én sportolói körökben mozgok, ezért egy picit én nyilván másképp látom. Én nem látom azt, hogy a fiatalokat ne lehetne rávenni a mozgásra. Persze, vannak, akiket nehezebb, de én azt gondolom, hogy mindenkihez lehet úgy közelíteni, hogyha nem erőltetve akarom, nem ráerőltetni akarok valamit, hanem egész egyszerűen megszerettetni vele a mozgást, akkor ez sikerülni fog. Saját gyermekeimből kiindulva mind a kettő válogatott vívókkal is edzenek természetesen, és ebből kiindulva én azt látom, hogy nincsen probléma a mai fiatalokkal, mert ugyanúgy mindenki megtalálhatja azt a sportot, azt a sportágat, amiben ő jól érzi magát. Ha már vívás, ugye Pessőr Attilától kezdve Gerevics Aladáron át, Kulcsár Győzőn, keresztül Szilágyárnig, nagyon veretes a magyar vívó sport múltja. Most kezdődött a kvalifikációs időszak. Mire számíthatunk Párizsban? Én nagy sikerekre számítok Párizsban. Most zajlik éppen az Európa-bajnokság, az egyéni Európa-bajnokság. Ma fognak a férfi tőrözőink vívni, és a női kardozók. Én azt gondolom, hogy minden szakágunknak igenis vannak nagyon jó eredményei, és nagyon komoly várakozásai, azt gondolom, az olimpiára. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogy minél több csapatunk, és legalább 2-3 egyéni vívónk is ki tudjon kerülni. Párosan jöttetek erre az élménypróbára. Ha jól tudom, te nem először, te viszont először. Miért kezdted el? Igazából én szerettem mindig is futni, úgyhogy azért. Mi a kihívás ebben? Nem csak futni, azért vannak akadályok is. Hát én eleve utálom a sima futást, nekem az nagyon monoton. Szóval én azért is kerestem meg ezt a akadályos futásra, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Ennyi idősen lehetne egy szombati buli után otthon pihengetni, viszont korán keltetek, és te, ha jól tudom, először vagy. Te miért csatlakoztál? Hát a páromnak köszönhetően. Mind a ketten sportemberek vagyunk, így számomra ez egy teljesen új élmény. Mi sportoltok? Konditeremben járunk, én meg karatéra is. Ugye fiatalokat, sok minden fiatalok vagytok, sok minden elvonja a mozgást és sportolástól. Ti hogy látjátok a korosztályotokban, mennyire fontos az, hogy jó karban legyetek? Te
számunkra fontos. Nagyon fontos. Igen. Nagyon fontos. Szerintem 10-ből 8 ember biztos, hogy nem csinál semmit. Én úgy gondolom. Szűk 20 perc alatt, 18 perc alatt teljesítetted az 5 kilométeres jó néhány akadálya nehezített távot. Milyen volt a pálya? Jó, pörgős volt. Egy pillanatra se tudott lankadni a figyelmünk, a terepre figyelni kellett, hogy meg ne botoljunk valamibe. Sűrűn voltak az akadályok, pörgetni kellett. Gondolom nem az első verseny, amin elindultál, hiszen elsőként értél célba. Mióta űzöd ezt a lehetőbb extrém sportot? Most már 8 éve, hát ez már elég sok akadályversenyen részt vettem, de most már inkább csak ultrafutóként ténykedek. És néha csak egy ilyen kis adrenalin pörgetéstek használok egy-két ilyen verseny. Akkor meg is van a válasz arra a kérdés, hogy mi a kihívás egy ilyen versenyben? A kihívás a sporttársak. Tehát attól függetlenül bármilyen kisebb rendezvényen lehet egy ismeretlen ló, és az elején azért ott ment a csata. Aztán szerencsére a rutin kijött, és elhúztam. A hagyományos díjkiosztó gálával zárta az idényt a Máté Szalkai MTK kézilabda szakosztálya. A rendezvényen több mint 200 gyereket díjaztak, és elismerést vehettek át az utánpótlás csapatok edzői is. Idén 205 igazolt versenyzővel tudtuk elkezdeni a szezont. 215 bajnoki mérkőzést játszottak le ezek a gyerekek, és hát azért vettem a fáradtságot, és ha már statisztikáknál tartunk, akkor körülbelül 1700 olyan foglalkozást tartottak a szakembereink, akikkel a legkisebbektől, a 7 évesektől egészen a 19 évesekkel bezárólag eredményes munkát tudtak végezni. A legkisebbek a szív- és kézilabda bajnokságban ugye mérték össze tudásukat januártól, tehát nekik volt pár hónap a hosszabb időszak a felkészülésre, ami szükség is volt, hiszen azért ne felejtsünk el, hogy azért egyetlen egy szezon se múljon el az utóbbi időben valamiféle akadályok nélkül. Hát most ebben az évben az akadályt nekünk itt jelenleg az energetikai problémákból adódó terembérleti lehetőségek korlátozása volt, ugye hiszen a sportcsarnokunkat be kellett, hogy zárjuk, és ezért a működő csapatainkat ugye a befogadó intézményekbe, általános iskolákba elsősorban, de volt úgy, hogy nagyobb utánpótlás csapatainkat Nyírbátorban kellett, hogy átszervezzük az edzéseiket, és oda jártak, illetve mérkőzésekre is. De a bajnoki szezont a kiírásoknak megfelelően minden csapatunk teljesítette. Ugye, mint említettem, 14 utánpótlás csapattal dolgozunk, ez a megye legnagyobb utánpótlás bázisa, ez büszkén és méltán mondhatom, hiszen évek óta ez így van, és ez a létszám nem csökken, hanem azért évről évre, ha kis számokkal is, de erős vagy növekszik. Tehát a legkisebbek a szivacs kézilabda bajnokságban, és a többiek pedig a kisiskolás bajnokságban szereztek érdemeket. Hát ezek közül nem akarok én kiemelni senkit, mert az utóbbi években átreformálták ugye a magyar utánpótlás kézilabda bajnokságot, és az eredmény számításnak olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítanak. Sajnos a magyar virtus ezt nem teszi lehetővé, hogy a szülők legalább ne számolják az eredményeket. Ebből fakadóan ugye azért vezettek bizonyos tabellákat, és azért ott mindenütt előhelyen állunk. Természetesen a nagyobbak, a 14-15 éves utánpótlás csapataink pedig kiválóan szerepeltek az adott bajnokságaikban, ahol már eredmény számítás is volt. A fiúknál azért megemlítem az U15-ös csapatunkat kiemelkedően, hiszen a alsóházi regionális rájátszás első helyezett, vagy aranyérmét nyerték meg, és ami még nagyon fontos, a legidősebb utánpótláskorú versenyzőink pedig az MB2 utánpótlásaként szerepelnek, ugye, és a nemzeti bajnokság harmadosztályában az U19-esek között mérik össze tudásukat, és örömteli tényként tudom elmondani, és büszkeséggel tölt el mindenkit, hogy ezüstérmesek lettek, megelőzve akadémiai utánpótlás nevelő csapatoknak a fiataljait is, és ami még nagyon fontos ebben és kiemelendő, hogy ez, mint említettem, U19-es, azaz 19 évesekkel bezárólag történik a bajnokságban szereplő gyerekeknek a versenyeztetése, és nálunk ezek a gyerekek 14-15 évesek. Tehát óriási lehetőség előtt állnak, és ha még azt hozzáteszem, hogy a ezen U19-es csapatból az MB2-es felnőtt női csapatnak is oszlopos tagjai vált 4-5 gyerek, akkor ez pedig azt gondolom a jövő vonatkozásában, ami a felnőtt kézilabdát jelenti Máté Szalkán, ennek az utánpótlása is biztosítottá válik. A fiúk esetében érdekes dolog, ugye gyakorlatilag
Azok a fiúk, akik ugye 15 éves korosztályig eljutnak, hála jó Istennek, azért mi nevelőegyesület vagyunk, ugye, és majdnem, hogy csokorba szedve viszik őket el magasabb szintű osztályokba kézilabdázni, vagy ugye akár akadémiákra is. Két évvel ezelőtt például egy teljes, majdnem egy komplett csapatot vittek el különböző akadémiákra, és ott a gyerekek mai napig egészen jól teljesítenek. Van egy mag, aki már ugye egy olyan 17-18 éves korosztályt jelent, azok a nyírbátori MB2-es kézilabda csapatnál vannak ugye leigazolva. Azt gondoltuk, hogy mivel felnőtt korú versenyzőink nem voltak, ezért most az elmúlt években a férfi csapat felnőtt vonatkozásban, ugye bajnokságban nem szerepelt. Terveink között azonban szerepel, hogy a mostani 15-ös eredményes fiú csapatunk most az országos serdülő bajnokságba fog indulni, és reményeink szerint egy év komoly palérozódás után talán meg tudjuk azt teremteni, hogy ezeket a gyerekeket először megy első osztályban, majd pedig utána MB2-ben is versenyeztetni tudjuk. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!